Üdv mindenkinek, GV Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a GV Cooper History újabb adásában. Jászberényi kiskunság az én hazám, betyárok közt nevelt az édesanyám. Így szól az egyik részlete egy kevésbé ismert magyar népdalnak. Számos műszületet ismeretlen szerzőktől, melyek a betyárok hol bús, hol vidám, kalandos életéről szólnak. Olybá tűnik, még napjainkban is, hogy a magyar nép rajongott a betyárokért, és nem fegyveres bűnözőként, gyilkosokként tekintettek rájuk, hanem aféle bátor, Robin Hood szerű törvényen kívüli, uraságokkal szembeszálló bátor legényekre. Mi lehet az igazság? Vajon van valóság alapjuk a betyárokról szóló hihetetlen legendáknak, vagy az egész betyárromantika romantika mítosz, kitaláció? Honnan eredeztethető a betyárság, és hogyan lett valakiből betyár? Kik voltak a leghíresebb, egyben leghírhettebb csibészei a magyar történelemnek? És mikor, miért ért véget a klasszikus betyárság? A videóból kiderül, tartsatok velem egy szédületes utazásra a 18.-19. századi Magyarországra, ahol a pusztán kackiás bajszú, fegyveres legények bujdostak, és vívták élethalál harcukat a rájuk vadászó pandúrokkal. egyszer, hogy szabolcs szatmár Bereg megyében kocsordon jelentkezett egy szép legény Tisza Lajos uradalmába pásztornak. Miközben a kontraktus zajlott a gróf és a legény között egy ebéd keretében, egyszer csak feltűnt két pandúr. Megkérdezték a grófot, nem látta-e a hírhet betyár kopogó palit, hiszen azt hallották, a környéken tűnt fel nemrégiben. A pásztornak jelentkező legény azt felelte. Én biza láttam, tunyok felé ment. A pandúrok megköszönték az útbaigazítást, és tunyok felé vették az irányt. Amikor a gróf és a legény befejezték az ebédet, a legény elköszönt, és úgy egyezte, másnap munkába áll. A személyzet éppen rámolta le az ebéd maradványait, a legény tányérját levéve egy cédulát találtak az asztalon, a tányér alatt. A kis papíron ez állt. Én voltam a kopogó pali, akit a pandúrok kerestek. Nagy lett a riadalom. Mint kiderült, kopogó pali önmagát álcázva nem munkakeresés miatt jelent meg a grófnál. A kastélyban akarta kipuhatolni a járást. Betyár legenda az 1800-as évekből. Maga a Betyár szó történelmünkben legelőször Kecskemét városának egyik jegyzőkönyvében 1744-ben szerepelt írásos formában. Ekkor a betyár még egyáltalán nem bűnözőt, hanem virtusos, kemény, bátor legényt jelentett, aki csak szezonálisan szegődött el időnként valamiféle munkára, például pásztorkodásra. A betyár szó egyes kutatások, források szerint minden bizonyal török, perzsa eredetű és a 16. században honosodhatott meg itthon egyes területeken, majd terjedt el. Az oszmán törökök uralma idején terjedt el az úgynevezett bikiár, bekiár szó, amit egyrészt fiatal, suhanc, dolog nélküli legényekre használtak, másrészt a törökök által a keresztényeket jellemző gunyszó is volt, ez esetben hitetlen, gonosz tevőt jelentett. Az Alföldön így nevezték a fiatal béreslegényeket, akik a pásztorok segítői voltak a különféle munkákban. Mivel ezeknek a fiatal legényeknek nem volt állandó munkájuk vagy lakásuk, így időnként átlépték a törvények határait, és fizetés kiegészítésként elkövettek kisebb bűncselekményeket, többnyire lopásokat. Mint szinte az összes világon ismert bűnszervezet létrejöttének, igen komoly társadalmi problémákra való reflektálás volt az oka, a betyárság kialakulásának szintén fontos társadalmi hátterei voltak. A betyárok virágkora egyértelműen a pásztorsághoz köthető. A pásztor foglalkozás nem csak egy ősi állattartó mesterség, de egy életforma is. A pásztorok létszáma a 18. század végére körülbelül 100 000 fő volt, ezen emberek életmódja pedig jelentősen eltér minden más magyar társadalmi csoportétól. A pásztorok akkoriban nem követték az úgynevezett társadalom által elvárt normákat. Nem jártak iskolába, nem tanulták meg az alapvető etikettet, és nem tartották fent a kapcsolatot a falvakban élő emberekkel vagy az állammal egy kívülálló kis közösséget alkottak, akiknek az évtizedek során sajátos, íratlan szabály, illetve törvényrendszerük alakult ki. Ezen jelenségről Mixát Kálmán írt is az Az a Fekete Folt című novellájában. Mikszát leírja, hogy egy-egy kisebb lopás vagy bika eltulajdonítása nem megy hiba számba a pásztorok között, ez csak amolyan juhász virtus, mely hozzá tartozik az életmódjukhoz. Ebből egyértelműen kiviláglik, hogy a pásztorok számára több olyan cselekedet nem számított bűnnek, ami az állam vagy más emberek szemében az volt. Emi a történészek szerint a betyárvilág kifejlődésében nagy szerepet játszott a tény, miszerint a magyar lakosság egy része és az állam sok mindenben egyáltalán nem értette egymást, illetve a zárt közösségek által kialakított törvényrendszert az ő olvasatukban nem írhatta felül az állam által kialakított törvényrendszer. Szintén nagyon fontos még, hogy ezeket a pásztorokat a városokban élő emberek parasztok lenézték. Ugyanis a pásztorok büszkék voltak a szabadságukra, nem igazán tisztelték az anyagi dolgokat, a magántulajdont, és jobban érezték magukat a természetben, vagy a végtelen pusztákon, messze éltek az emberi közösségektől, és vagy magányosan, vagy pásztortársaikkal rótták a sűrű erdőket, hegyvidékeket, pusztákat. Ebből fakadt, hogy a falvakban élők és a karhatalom alapvetően veszélyforrásként tekintett azokra a személyekre, akiket nem tudtak megfigyelni, ellenőrizni, márpedig a pásztorok pont ilyenek voltak. Ezáltal a többségi társadalom tagjai azt rebesgették róluk, hogy ők bűnös lelkek, akik nagy ívben tesznek a törvényre. Ezeken az előítéleteken nem segített az az időközben kialakuló pásztor hagyomány, miszerint egy gazdát vagy egy urat meglopni dicsőség számba megy szintén fokozta a társadalmi szakadék kialakulását jó pár kocsmai esemény. Nomád életmód ide-oda, még az ember kerülő pásztoroknak is szüksége volt néha egy kis mulatozásra. Időnként betértek egy-egy faluszéli kis kocsmába iszogatni, ahol leittasodtak, és előfordult, hogy elképesztő dorbézolást rendeztek, sőt, korabeli feljegyzések szerint ilyenkor hamar eljárt a kezük, több ember fejét is betörték, alig akadt ellenfelük, hiszen szilaj és fizikailag erős emberek voltak, hiszen a pusztai lét alaposan megkeményítette őket. Ezáltal a hatóságok a pásztorokat fékezhetetlen állatokkal élő dúvadaknak, haramiáknak könyvelték el, akik a természeti jogaikat szabadabban gyakorolták, mint más emberek. Így ezen pásztori csikós, gulyás, juhász és kondás csoportok még inkább a társadalom peremére szorultak. No de hogyan lett egy kicsapongó, vad, szabadon élő pásztorból főállású betyár? Nem minden pásztorból lett főállású haramja, a pásztorok nagy része csak időnként követett el valamiféle bűncselekményt, utána visszatértek a legális kenyérkeresetükhöz. Viszont előfordult, hogy egyes legényeknek annyira bejött a szabad élet, illetve a könnyű kenyerkereset, hogy idővel felhagytak a pásztorkodással vagy egyéb munkáikkal, és egész életüket a betyárságnak szentelték. Az ilyen gondolkodású legények voltak a leghírhettebbek, mint például Rózsa Sándor, Sobrióska, zöld Marci róluk majd később. Az előző fejezetben ismertetett pásztorokról vagy néha a bűnútjára lépő szegénylegényekről már a 18. századból is találhatunk feljegyzéseket, azonban a magyar betyárság virágkora egyértelműen a 19. században köszöntött be. Ennek egyik legfőbb oka az úgynevezett újoncozás rendszere volt. A hosszú 19. században bekövetkező háborúk alaposan megteremtették a feltételeit a bűnözésnek. Ekkoriban jellemző volt az erőszakos katona fogdosás, a hatóságok megyéről megyére, járásról járásra haladtak, és minden településről kiállították a kötelező, kiadandó katonai újonc létszámot. Az önként jelentkezés egyáltalán nem volt általános az ifjak körében, ugyanis azokban az időkben a katonai szolgálat életfogytig, rokkantságig vagy halálig tartott. Ráadásul sok esetben a katonai szolgálatot idegen földön idegen érdekekért kellett leszolgálni, ez pedig rengeteg fiatalember számára nem volt túl csábító jövőkép. Olaj volt a tűzre, hogy a tekintélyesebb vagyonnal rendelkező családok sarjait ritkábban sorozták be, mint a szegényebb körülmények között élőket, ezért jó pár fiatalban fellobbant a dac, a lázadás, az ellenállás tüze. Mivel azonban a besorozás, a katonai szolgálat alól való kibújást a törvény súlyos börtönévekkel büntette, ezért egyáltalán nem voltak ritkák a besorozás elől elmenekülő, bújdosó életmódot választó legények, akiknek nem volt vesztenivalójuk. Inkább az életfogytiglani bújdosást választották, de szabadon, mint a börtönt. Arról nem is beszélve, hogy a magyar börtönök az 1800-as években egyet jelentettek a pokollal. Túlzsúfoltság, erőszakos börtönőrök, rossz higiéniás viszonyok, például a Szegedi Várbörtönben az 1869-től 72-ig tartó időszakot nézve 1597 rabból 417-en haltak meg a börtönben három év alatt. A katonaszökevények száma igen magas lehetett ezen időkben, ezt jól mutatja a tény, miszerint a dezertőrökről a században külön nyilvántartást vezettek, sőt a már említett híres Betyár, Sobri Jóska és bandájának tagjai is dezertőrök voltak. Ezek a katonaszökevények természetesen legális munkával nem kereshettek pénzt, hiszen a hatóságok körözték őket. Így rabolni, fosztogatni kezdtek, lakhelyük pedig a puszta, a láp vagy az erdő voltak. A bűnözési hullám egyre nagyobb kiterjedéséhez hozzájárult a pénzgazdálkodás és az árutermelés is. Az 1799 és 1815 között zajló napóleoni háborúknak jelentős gazdasági, forgalmi hatásuk volt Magyarországra. Nemes fémtárgyak, készpénz lapult a tehetősebb parasztoknál, kereskedőknél, nemeseknél, így a pásztori csibészek vagy a katonaszökevények komolyabb zsákmányra is szert tehettek, mint egy birka vagy apró jószág. A magányos pásztorokból, szökevény csibészekből szép lassan megalakultak országszerte az első betyárbandák. A betyárság alapvetően két csoportba sorolható. Az alföldi betyárok, akik a pusztákon lovas haramiaként jutottak pénzhez vagy egyéb értékekhez, hozzájuk szorosan köthető az állattartás is. A másik típusuk a hegyvidéki betyárok voltak, akik gyalogosan követték el bűncselekményeiket, és jól ismerték az erdők rejtett zugait. Ezen két csoporton belül a betyárok is több kasztra oszlottak. Az úgynevezett fűzfa, krumpli és kertalja betyárok csak alkalomszerű tolvajok voltak, nem élték hivatásszerűen a betyár életformát, és piti cselekedeteket követtek el. A kapcavetyárok a legalantasabbak voltak, a nép és az igazi betyárok is kivetették maguk közül őket. A kapcavetyárok ugyanis válogatás nélkül öltek embert, a szegény utasokat is kifosztották, sőt, saját betyártársaikat is képesek voltak meglopni. A közhiedelem szerint az igazi betyárok, akik később népi hősökké a legendák részeseivé váltak, becsületesek, csak a gazdagoktól rabolnak és nem gyilkolnak. No de léteztek valóban ilyen betyárok, vagy mindez mítoszt, és mindannyian közönséges rablógyilkosok voltak? A kérdésre hamarosan igyekszem választ adni, előtte azonban ismerkedjünk meg még alaposabban a betyárság jellemzőivel, életmódjával. A betyárok élettere az erdő, mező volt, volt, aki ugyanazon a területen szeretett működni, míg más betyárok az állandó mozgásban, a gyors helyváltoztatásban hittek, hiszen az akkori feudális jogviszonyok szerint az adott megye pandúrjai csak a megye határáig üldözhette a siványokat. No de kik is voltak a pandúrok? Eredetileg pandúroknak a déli határvidéken határőri szolgálatot elvégző száz, illetve szerb katonákat nevezték, a 19. században viszont már a különféle magyar vármegyékben rendőri szolgálatot teljesítő, fegyveres hatósági személyeket is ezen a néven illették. A begyárok szinte az ország minden térségében feltűntek, és az iparosodás előtti Magyarország tájegységei nagyszerű lakhelyet biztosítottak nekik. A sok esetben érintetlen, idegen emberek számára, a Akár életveszélyes mocsárvidékek, erdőségek vagy puszták nagy ismerői voltak, ahol könnyedén elbújhattak a városi, természetet kevésbé ismerő pandúrok elől. Híres búvóhelyük az Ecsedi volt, az Alföld legnagyobb összefüggő mocsárvilága, mely a nyírség és a szatmári síkság határán feküdt. A láb elzárt és szinte megközelíthetetlen hely volt, és számos legenda fűződik hozzá, például még az 1800-as években is tartotta magát a hiedelem, miszerint a kétharmad Balaton nagyságú lábban egy piros tarajos sárkánykígyó él. Az ecsedi láb olyan misztikus és titokzatos hely volt, hogy olyan híres magyar írók műveiben is feltűnik, mint például Móricz Zsigmond vagy Jókai Mór. A betyárok sok más szervezethez hasonlóan a bandákon belül hierarchikus felépítésű csoportokat alkottak, a bandavezér irányított, őt követte az alvezér. Kutatók véleménye megoszlik abban, körülbelül hány főből állhatott egy csoport, ám több a betyár életet ismerő szakértő szerint a legsikeresebb bandák négy, legfeljebb nyolc főből álltak, Általában 20 évesek, maximum 30 évesek voltak. Ez alól kivételt képez például Pap Andor, aki Sobri Jóska bandájának tagja volt. Az erejéről és keménységéről hírhetté vált Andor közel 50 éves volt, amikor még mindig a betyár, életmó, amikor még mindig a betyár életmódot folytatta. A betyárokhoz való csatlakozásnak több feltétele is volt. Állóképesség, bátorság, vakmerőség, jó egészségi állapot és hűség a normák nem megszegése, bajtársiasság. A betyár élet íratlan törvényeit be nem tartó zsiványt a betyárbandák hamar kivetették maguk közül. A betyárok sokszor maguk változtatták meg a nevüket, vagy ragasztottak egymásra a megnevezett személyre ráillő gúnyneveket, például kutyalábmiska, zsírospista, jól járt gyurka, kócsi felé. Erre azért is volt szükség, hogy a pandúrok ne tudják meg a valódi személyazonosságukat. A betyároktól leginkább a polgárosodó rétegek, illetve a nemesség retteget. Éjjelente sűrűn törtek be és raboltak ki lelkészeket, nemes embereket, vagy éppen a vásárokból hazafelé igyekvő kereskedőket. Bár romantikusan hangozhat, hogy a szegényeket nem fosztották ki, azonban ennek nagyon egyszerű és prózai oka volt. Aki szegény, attól amúgy sincs mit elvenni. Ez alól képeztek kivételt a gyűlölt kapca betyárok, ahogy említettem. Mielőtt belemerülnék, hogy milyen élete volt a betyároknak az 1800-as években, illetve milyen volt a kapcsolatuk a néppel, röviden ismerjünk meg néhány híres hírhet magyar betyárt és élettörténetüket. Bár számos híres betyár tűnt fel a magyarság történelmében, az első klasszikus betyár, aki országos ismertségre tett szert, a legfőképpen Borsodban, a Hajdúságban, illetve Hortobágyon tevékenykedő angyalbandi volt. A férfi egy fontos szempontból kitűnik a szegény legény betyárok közül. Nemesi származású volt, Ónodi András néven látta meg a napvilágot Sajó Szent 1760 körül. Hogy egy nemesi származású, több nyelven beszélő fiatalember, egy szegedi elfogató parancs említi, hogy négy nyelven beszélt, hogyan keveredett bele a betyár életbe, az máig rejtély. A mendemondák szerint egy nyíriből származó szegény lányt szemelt ki magának, ám apja ellenezte a kapcsolatot, ezért panti haragjában a bűnútjára lépett. Állítólag az angyal Bandi Becenév is ezen história miatt ragadt rá, ugyanis a szóban forgó lány vezetékneve angyal volt. Bandi a 20-as évei elején 1780-ban már lovakat lopott, leginkább a hortovágyról, ezeket a lovakat pedig betyárok segítségével értékesítette, és sűrűn látták orgazdák lókupecek társaságában. A néphagyomány és elfogató parancsai szerint jó kiállású ember volt, hivalkodóan cifra pásztorgúnyában járt, és sötét torzomborz bajuszt viselt. A betyárokkal való kapcsolatai miatt több ízben perbefogták hat hetet ült hajduböszörményben és két évet kassán is, illetve négy vármegyében, borsodban, abaújban, gömörben és hajduban is körözték. A börtönévei alatt megírta apológiáját, azaz tetteinek, bűneinek magyarázatát ez igen magas iskolázottságra vallott. 1799-ben újra elítélték először kettő, majd négy évre, azonban Angyal Bandi nem vonult be önként, ezért országos elfogató parancsot adtak ki ellene. Ekkor már szinte csak betyárokkal cimborált, egy szervezett betyárcsoporttal járt lovat lopni az Alföldre, a leghíretebb bűncselekményei a mezőtúri és a karcagi vásárok szétverése, kifosztása volt. Elfogásának történetét több monda is őrzi. Egy hajtóvadászat során katonákkal való tűzharc után esett fogságba. Egy kastélyban fogták el. Börtönben halt meg 1804-ben. A legvalószínűbb azonban az, mint azt korabeli feljegyzések is mutatják, hogy Angyal Bandi 1806-ban körülbelül 46 évesen hunyt el Kelevényben, azaz Fagyumirid gyulladásban. Angyal Bandi már életében a féle legendává, a lovas betyárok etalonjává vált, később több, őt követő betyár vette fel a nevét tiszteletből. Az 1790-ben született Balog István színigazgató, színész és drámaíró egy népszín művet írt a hegyke, bátor, rettenthetetlen angyal Bandiról. Ezen színmű egyik két sora igen pajzánul így szól. Hortobágyi csaplárosnak két lánya, két lánya, Hi a bandit éjszakára az ágyra, az ágyra. Ha gazdag utas jött, Marci így kiáltott, ide az erszénnyel, ha nem kell halálod. Ha szegény utas jött, ezt mondta szívesen, nesze az erszényem, áldjon meg az Isten. Részlet Petőfi Sándor Zöld marci című verséből, mint a fenti idézet is bizonyítékul szolgál, Zöld marci az igen szeretett és kedvelt betyárok közül való, nem csak Petőfi, de Körmendi Lajos vagy éppen Jókai Mór is írt róla egy-egy művet. Nem is olyan régen egy barátom nagymamáját költöztettük egy másik településre, a Tiszacsegek külterületén található nagymajorból. Az alig százfős kis településen sétálva feltűnt egy hatalmas kerítéssel, fákkal, bozótossal benőtt hatalmas kastély. Mivel jó magam imádom a régi kastélyokat, kúriákat, elhagyatott épületeket, azonnal utána néztem, mi lehet a története ennek a lenyűgöző építménynek, melynek, mint megtudtam, vai kastély a neve. Az összes részlettel nem mutatnálak titeket, a lényeg, hogy meghökkenve vettem tudomásul a kutatásaim során, hogy a nagymajorban található vai kastély alatt egy komplett tömlöc rendszer található, és ebben a tömlöcrendszerben egy ideig magas zöld marci, a hírhet hortobágyi, illetve bihari betyár is raboskodott. Zöld Marci pontos születési dátuma ismeretlen, a korabeli feljegyzések 1790-re teszik a születési évét. Marci Berettyó újfaluban született, és valószínűleg apja vérmérsékletét örökölte, hiszen édesapja Mihály többször került összetűzésbe a törvényel és tömlöcben is ült. Marci 1809-ben a nemesi felkelés után csapott fel betyárnak. Összesen hat évet kellett volna börtönben töltenie a Beretyó újfalusi bíró marháinak ellopása, káromkodás és verekedés miatt, azonban akkoriban lehetőség volt a börtönbüntetést katonáskodásra beváltani. Marci élt is ezzel a lehetőséggel, és 1815 karácsonyán végleg sikerült elszöknie a gyalogezredétől egy Kovács Imre nevű katonatársával. Ezután ők ketten több hónapon keresztül fosztok, raboltak Bihar, Heves, Szabolcs és Szolnok megyében. 1816. augusztusában indult be a retteget igazi betyár karrierje, amikor ő és Imre csatlakoztak Palatinszki-Pista betyár csapatához. Marci hamar alvezér lett, és ekkor egy valóságos rablási hullámban vettek részt, mely alig négy hónapig tartott, de annál intenzívebb volt, ekkor Bihar megyében, illetve a Hortobágyon tevékenykedtek, illetve bújdostak. Zöld Marcit a korabeli beszámolók igen jóképű fiatalembernek jellemezték, akiért bolondultak a lányok. 1816 novemberére az összes társát letartóztatták, csak ő és Palatinszki maradtak szabadlábon. Ekkor találkoztak egy kapus Miska nevű betyárral, akivel szövetségre léptek. A férfiak igen vakmerőek voltak, például a Jász Nagykun Szolnok megyei fegyvernek városában egyszer belógtak Gróf Szerdahelyi őnagyságának birodalmába, ahol elvegyültek a mulatozó vendégek között, és ettek, ittak. Fegyverneken is érte utol a végzetőket. November 26-án néhány helybéli feladta őket a pandúroknak. Zöld Marcit és két barátját a török Szent Miklósi rögtön ítélő bíróság halára ítélte az ítéletet akasztás formájában 1816. december 6-án fél kettőkor végre is hajtották. Zöld Marciról a népnek igen kellemes emlékei vannak, aki bár rabolt, fosztogatott, sőt a pandúrokkal is harcba szállt, ha kellett, de nem gyilkolt. Kis érdekesség, hogy a mulatozni igen szerető zöld marcihoz köthető a napjainkban is használt szólás úgy él, mint marci hevesen. A szólást eredeti értelmezése szerint arra az emberre használták, aki rövid ideig jól él, nagy hírnévre tesz szert, de hamar és rossz véget fog érni. A nép szerint zöld marci pontosan ugyanilyen volt. Bátran kijelenthetem, Sobri Jóska neve körül valóságos kultusz alakult ki. Népdalok, táncok, legendák, baladák őrzik emlékét, sőt, a nevét viseli egy Veszprém megyében kislődön található kalandpark is. Az is érdekes, miért pont ő lett a legismertebb betyárunk, hiszen betyár pályafutása alig pár évig tartott, bár tény, hogy annál kalandosabb volt. Sobri 1810-ben született Vas megyében, Erdőd Majorban, Pap József néven, betyári álnevét valószínűleg édesapja szülőhelye, a Sopron vármegyében elhelyezkedő Sobor után kapta. A fiú egy kanász gyermekeként jó nevelést kapott, ám 18 évesen belekeveredett egy disznólopásba, amiért két évet kapott. Ez a börtönbüntetés és örökre megváltoztatta az életét. Úgy határozott, ha szabadul, betyárnak fog fölcsapni. Ezen irányú terveiben a monda szerint egy raptársa nagy segítségére volt, aki megtanította Sobrit olvasni és írni. Sobri szabadulása után hamarabb bűnútjára lépett, és rengeteg rablást követett el vas, veszprém és Győr vármegye területein legfőképpen gazdag birtokosokat és egyházi személyeket fosztott ki. Ekkoriban egy fényes Istók nevű cimborájával garázdálkodott, ám Istókot egy 1835-ös kolomposi juhász kirablásánál elfogták és felakasztották. Sobri ekkor bakony hegyei között lelt menedékre, és sokáig bújdosott az őt üldöző pantúrok elől. Ezen időkben ismerkedett meg több száz bújdosó betyárral, köztük a szintén híres milfajt Ferkóval, akit azonnal alvezérévé tett meg. Igen, csak hírhet és félelmetes betyárbanda állt össze, akik leginkább nyugat-dunántúlon fosztogattak. Merészségüket bizonyítja, hogy még a császári ezredes Hunkár Antal kastélyán is rajtaütöttek és kirabolták. Sobri bandája azért is kiemelkedő a betyárság történelmében, mert előfordult, hogy bandájának taglétszáma elérte a 28-at is lassan az emberek féltek útnak indulni, ugyanis azokban az időkben már szinte minden rablást, betörést Sobrinak tulajdonítottak. A Sobri bandát 1835-től már öt vármegye katonasága kereste, emiatt a betyárvezér ketté osztotta az embereit. Az egyik csoport a vértesben bújdokolt, míg Sobri és csapata a Dél-Dunán túra indultak. A vértesben bujkáló milfajt ferkót és betyár cimboráit 1836 karácsonyán elfogták és felakasztották, Sobri körül pedig egyre szorult a húrok. 1837. február 17-én a Somogy és Tolna megye határán található lápafőnél bekerítették a császári katonák és heves tűzharc alakult ki. A csatában sora este kell Sobri bűntársai, aki állítólag látva kilátástalan helyzetét maga ellen fordította fegyverét és végzett magával. Azonban az, hogy mi történt pontosan lápafőnél, nem tudjuk biztosan. Egyes mitoszok szerint Sobri nem lett öngyilkos, sikerült megmenekülnie szorult helyzetéből, és az Egyesült Államokba menekült. A magyar néprajzi lexikon szerint azonban se nem lett öngyilkos, se nem szökött meg. Élve fogták el, majd felakasztották. Sobri Jóska lett a betyárság egyik idealizált mintaképe, akinek tetteit megszépítette az idő, sőt, egyesek egyenesen az angol Robin Hood mitikus alakjához hasonlítják, holott a szegényeken segítő sobriról, ez idáig egyetlen írásos forrás sem került elő. 1813. július 10-én Szegeden született kétség kívül a legismertebb magyar petyár, akinek életét és rablásait valóságos misztikum lengi körbe, és igencsak nehéz kibogozni, mi a valóság, illetve mi a fikció vele kapcsolatban. Bár a születéséről is született egy legenda. Állítólag egy viharos éjszakán született, és újszülöttként olyan ereje volt, hogy lerúgta magáról a póját. Alig pár éves volt, amikor apját, Rózsa Andrást Szegeden lólopás miatt felakasztották. A kis Sándor emiatt már gyermekkorában megbélyegzetté vált, hiszen egy tolvaj gyermeke volt, így igen fiatalon belesodródott a bűnözésbe, először 23 évesen kapott másfél év börtönt és három havonkénti 25 botütést, mert ellopott két tehenet. A szegedi börtönbe került, ám ő csellel 10 hónap után megszökött, és ekkor vette kezdetét legendás bűnözői karrierje. Futóbetyárá vált, élete folyamatos rablásokból, menekülésből és bujkálásból állt marhákat, lovakat lopott, tanyákat rabolt ki az éjleple alatt. Hamarosan egy betyárbandát szervezett, és lóháton fosztogatták az alföldön élő embereket. Hivatalosan jelenlegi tudomásaink szerint 60 kitudódott büntette ismert, ezek között lopás, rablás, sőt, gyilkosság is helyet foglal. Bizony, az előző három bemutatott betyártól eltérően Rózsa Sándor legendájára igen súlyos árnyékot vett, miszerint a róla szóló elfogató parancsok, illetve feljegyzések szerint legalább 30 ember gyilkolt meg, köztük több pandúrt, katonát, hivatalos szemét, ellenálló áldozatokat és szolgabírókat. Rózsa Sándor többnyire csártákban, illetve családi házakban húzta meg magát bizalmasai révén, de az is előfordult, hogy megfenyegette a háziakat, ha nem tölthetott pár éjszakát, mindenkit megöl. Egyes források szerint a már felsorolt társadalmi problémák mellett Rózsa Sándor is hatással volt a betyárság fellendülésére az 1800-as években. Már életében legendává vált, ez pedig számos szegény legénynek imponált, akik követni akarták a híres betyárt, ezért ők maguk is zsiványnak álltak. Úgy tűnik, túl a 30 Rózsa Sándor belefáradt az állandó bujkálásba, ugyanis kegyelmi kérvényt küldött 5. Ferdinánd királynak, miszerint szeretne becsületes emberként élni, de kérését elutasították. Az 1848-as, 49-es magyar szabadságharc idején a Honvédelmi Bizottság Rózsa Sándort felmentette bűnei alól, és engedélyezték neki a harcokban való részvételt egy 150 fős szabadcsapattal. Rózsa Sándor és bandája veszedelmes harcosok voltak, és a szabadságharcban jelentős sikereket értek el, legfőképpen a déli szerbek ellen. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy egy alkalommal a betyárokból álló szabadságharcosok a mai Romániában található ezeres nevű falu lakosságát kirabolták, és 36 ártatlant ki is végeztek, sőt, fittyet hányva a felső butasításokra szinte végig fosztogatták a délvidéki falvakat ezért csapatát feloszlatták, és 49-ben újra körözést adtak ki ellene, ezért ismét bújdosni kényszerült. Ekkor a korhoz képest szokatlanul magas vérdíjat tűztek ki a fejére, 10 ezer ezüst forintot. Meglehetősen későn, 1857-ben sikerült elfogni, mégpedig egy katona Pál nevű tanyagazda segítségével. Pál elárult a barátját, és jelentette a pandúroknak, hogy Rózsa Sanyi éppen nála tartózkodik. A szabadságharc óta elképesztően nagy népszerűségnek örvendő betyárt, először kötél általi halára, majd életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték 1859-ben, és 9 évet töltött Kufstein várában, majd Péterváradon, egy új vidék melletti erődítményben. Azonban 1868-ban amnestiával szabadult. Rózsa Sándor ekkor már túl volt 55. életévén, ugyan mibe foghatott volna bele? Természetes, hogy azonnal újra alvilági körökbe került. Csonka Ferenc nevű betyárvezér, aki postakocsikat és vonatokat rabolt ki, bevette bandájába a korosodó Rózsa Sanyit, akivel elkövette a hírhett utolsó magyar vonatrablást. Egyáltalán tényleg sikeres volt a rablás, illetve valóban ez volt az utolsó magyar vonatrablás. Napjainkban is tartja magát a tévhit, miszerint a híres 1868-as szegedi vonatrablást Rózsa Sándor vezetésével követték el a betyárok, ám ez távolról sem igaz. Rózsa Sándor ekkor már megfáradt öregemberként csapódott Csonka Ferenc bandájához. Rózsa nem parancsolt a bandában, Csonka volt az agytrözt, Rózsát valószínűleg a hírneve miatt vették be a bandába. Csonka Ferenc halászból lett betyár, aki bandájával Pestről érkező vagy hódmező vásárhelyre tartó postaszállítmányokat, vonatokat rabolt ki. Módszerei a következők voltak. Felszették a síneket, és a bozótosban elbújva várták, míg a vonat kisiklott, ezután pedig behatoltak a szerelvény belsejébe, és kifosztották. Csonka Ferenc egy igen erőszakos és brutális ember volt, hozzá köthető egy igen sokkoló mondat, állítólag többször az alábbiakat hangoztatta. 300 forintért az Istent is meg lehet ölni. Csonka Ferenc egy igen jól szervezett bandával büszkélkedhetett, melynek tagjai Rózsa Sándoron kívül voltak még Simon József, Sváb Herman József és Tombác Antal. Hozzájuk köthető a betyár világ utolsó vonatrablása, melyre a ma már nem létező puszta Péteri vasútállomásnál került sor, ma Petőfi szállás állomásként ismerjük. 1868. december 8-án Csonka Ferenc és bandája felszették a félegyházáról érkező vonat elől a síneket Puszta Péterinél, és várták a vonatot. A szerelvény nagy csattanással dőlt jobbra, ám nem teljesen borult fel, ugyanis egy kis domb megtartotta. A betyárok azonnal tüzelni kezdtek a mozdonyra, ám hamarosan átkozódva vették tudomásul, a szerelvények között nincsen postakocsi, ahonnan a nagy zsákmányt remélték. Még nagyobb szerencsétlenségükre három vadászkatona és egy katonatiszt is a vonaton utazott, akik viszonozták a tüzet. Mivel a betyárok a sötétben nem látták, ki és honnan tüzel rájuk, és hányan vannak, ezért mind az öten kereket oldottak a helyszínről, ahonnan valójában nem sikerült rabolniuk semmit. Érdekes módon ezen esemény még jobban növelte Rózsa Sándor hírnevét, holott ez a vonat kisiklatás egy abszolút kudarcba fulladt művelet volt. Ez sok mindent elárul a betyár romantikáról, a betyárok és a nép viszonyáról. A vonatot kirabolni próbáló betyárokat ezután sorra elfogták és börtönbe kerültek. Rózsa Sándor, a leghíresebb magyar betyár életfogytiglani börtönt kapott, 1878-ban halt meg a Szamosújvári fegyházban. Csonka Ferenc szintén életfogytiglant kapott, azonban húsz év múlva szabadlábra helyezték. Fékezhetetlen természetét mutatja, hogy szabadulása után nem sokkal eszék település közelében megölt egy fuvarost, utolsó gyilkosságánál 74 éves volt. Ekkor felakasztották. Felvetődik a kérdés, vajon valóban ez volt-e az utolsó magyar vonatrablás? Egyrésztről nem, hiszen a vonatok szervezet kifosztása később is megtörtént különféle bűnbandák által, viszont az is igaz, hogy a betyárkorszak utolsó vonatrablási kísérlete Csonka Ferenchez és betyár bandájához köthető. Most lássuk, hogyan viszonyult a nép ezen hírhedt betyárokhoz. Megállja a helyét a jutalmazó, szegényeket segítő betyárok mítosza, és mi vezetett a betyárvilág megszűnéséhez. A társadalom nem feltétlenül ítélte el a rabló, fosztogató, esetenként gyilkoló betyárokat. Sőt, a haramják szűkebb környezete sok esetben bújtatta vagy segítette a betyárt. Az ecsedi láb környékén élő öregek azt mondták, a nép kapcsolata a betyárokkal a kölcsönös bizalmon alapult. Arra nagyon ritkán volt példa, hogy egy pásztor vagy falubeli a pandúrokat, majd később a csendőröket ráküldte volna a betyára. Korabeli történetek sűrűn szólnak olyan betyárokról, akik a pandúrok elől menekülve a mosott ruhák között bújtak el egy házban, a házbeliek a pandúrok kérdésére azt felelték, a háziakon kívül senki sincs a házban. A pásztorok a bojtára a szalonnát, kolbászt, kenyeret küldtek vacsoraidőben a sűrűben bujkáló zsiványoknak. Ha egy mezőn, pusztában álló, szegény házba betért egy betyár, a háziak kérés nélkül ellátták élelemmel és folyadékkal. Vajon miért segíthette a magyar lakosság egy része a bujdosó, fosztogató betyárokat? Erre többféle válasz lehetséges. A bukott szabadságharc után a nép a féle nemzeti ellenállót láthatott a betyárokban, akik folytatták a nép küzdelmét az elnyomók ellen a falusiak nem szerették az idegen, magyarul nem tudó tisztségviselőket, így örültek, ha egy magyar legény megleckésztette őket. Számukra a betyárok a nép egyszerű, szegény fiai voltak, akiknek volt merszük szembeszállni a kizsákmányoló hatalommal. A másik, hogy a betyárok működési területei távol estek bármiféle hatósági épülettől. A betyárok éjjelente bárhol ólálkodhattak, feltűnhettek, és sosem lehetett tudni, milyen céllal érkeznek. Ezért a tanyavilágban élő emberek joggal gondolták, érdemesebb jóban lenni a betyárokkal. Ezzel szemben a városi lakosság gyűlölte a lápok, puszták csibészeit, felforgatóknak, bűnözőknek tekintették őket. Az a betyárkép, mely napjainkban elfogadott, jelentősen túromantizált, azonban azoknak sincs igazuk, akik az összes betyárt égetni való bűnözőknek tartják. Mint hallhattuk, igen komoly társadalmi okai voltak a társadalom peremén élő rabló betyárbandák kialakulásának. Ezért a kép sokkal árnyaltabb, az igazság valahol a becsületes szegénylegény, illetve a fosztogató. Gyilkos mítoszak között lappanghat. Hiszen az általam röviden bemutatott betyárok közül három a feljegyzések szerint sosem követette egy gyilkosságot, azonban fosztogatásokban vettek részt, ami egyértelműen bűnnek számít. Viszont Rózsa Sándorról, aki több embert is megölt, az a hír járta, csak a gazdagoktól vette el, a szegényeket pedig megjutalmazta. Zöld marci vidám léha életmódjával is könnyű volt azonosulni, a nép akkoriban a szabadság megtestesítőjét látta benne. Az Azonban szóval Csonka Ferencről senki sem mondhatja, hogy szimpatikus, dicsőítendő betyár volt. Egy dörzsölt, kegyetlen bűnöző, annál inkább. Éppen ezért ne általánosítsunk. Nem húzhatjuk rá az egész betyárságra, hogy mindannyian törvényen kívüli gazemberek az emberek voltak, de ez akár fordítva is igaz. Az igazság túl összetett, hogy ítéletet mondjunk. No de lássuk ki, vagy mi okozta a teljes felszámolását a magyar betyárvilágnak. A hatóságok a legradikálisabban a Csonka Ferenc és Róza Sándor által elkövetett 68-as vonatrablási kísérlet után lépett fel a betyárvilág ellen. Rádai Gedeon királyi biztos nevezték ki a betyárok elleni harc vezetőjének, aki rövid idő alatt elképesztő eredményeket ért el. Nyomozó hálózatot épített ki és begyűjtötte az összes szemét, akik a betyárélettel bármilyen kapcsolatba voltak hozhatóak. Legfőképpen a szegedi vár megtelt betyárokkal, több ezer embert nyeltek el a vár sötét kazamatái. Rádai konkrétan egy véres terrort hozott létre. A legkisebb gyanú is elég volt, hogy valakit kivégeztesse, vagy örökre börtönbe. Mikszát Kálmán így írt a megszállott betyárvadászról. Szegény betyárok a mód, melyel kiirtattak, szinte szégyen teljesebb, mint a garázdálkodás, amelyet véghez vittek. Hasonló versek is születtek róla. Rádai, rádai, az Isten verjen meg! Három szegény legény fogja le a szemed, azok szabjanak rád, úri szenfedelet! Bármennyire is ellentmondásosak voltak rádai módszerei, tény, hogy a királyi biztosnak sikerült felszámolnia a dél-alföldi betyárvilágot, összesen 554 büntényt sikerült felderítenie, körülbelül két-három év leforgása alatt. Bár a betyárvilág eltűnésének nagy részét egyértelműen Rádaihoz kapcsolhatjuk, viszont egészen az 1900-as évek elejéig találkozhatunk betyárnak nevezett bűnözőkkel különféle tudósításokban. A betyárvilág teljes eltűnéséhez nem csak a kegyetlen biztos, de a folyószabályozások, mocsárlecsapolások, a vasútépítés egyre nagyobb térhódítása is hozzájárult, hiszen eltűntek vagy összezsugorodtak azok a területek, ahol addig sikerrel tudtak bújkálni. Nem beszélve a magyar királyi csendőrség 1882-es működésének kezdetéről, hiszen a szervezet igen komoly hatékonysággal tartotta kézben a rendet és ellenőrzés alatt a bűnöző elemeket. Így tehát a híros betyárok, a léha szegénylegények, a marcon a haramiák csillaga leáldozott, és a bűnözésben is egy új korszak kezdődött. De ez már egy másik történet. gastronómia. A betyárok gyakran ettek ittak a csárdákban, például az utolsó híres betyárt az izsákfán született savanyú jóskát is 1884 május 4-én mulatozás közben fogták el a halápi csárdában, azonban bújdosásuk alatt maguknak kellett főzniük. Bár recepteket nem hagytak maguk után, feltételezhetjük, hogy tápláló ételeket fogyasztottak, hiszen fizikai erőlétükre szükség volt életmódjukból fakadóan. Emiatt számos ételt jellemzünk betyáros jelző. Betyár pecsenye, betyárleves, leves, betyár gombóc, betyár slambóc, betyáros csirkepaprikás, betyár krumpli, betyár gulyás, és a sort még folytathatnám, de azt hiszem rajtam kívül már nektek is csorog a nyálatok. becsület! a betyárbecsület a betyárok között érvényesülő erkölcsi szabályt, az összetartás szabályát jelentette, miszerint soha nem árulják el egymást, és minden körülmények között segítik a bajtársukat, barátaikat. Aki nem tartotta magát a betyárbecsülethez, a betyárok kivetették maguk közül, kapca betyár lett, ennek híre ment, és nem volt többé maradása a betyárvilágban. A népi legendák szerint a betyárbecsület szó igazán Rózsa Sándor feltűnésével nyert értelmet. A betyárvezér hiába ő volt a vezető a zsákmányt a bandatagok között mindig egyenlő arányban osztotta el, magának egy fillérrel sem osztott többet, sőt ha egy barátja börtönbe került, anyagilag támogatta annak családját, még ki nem szabadult. Azt hiszem, ha más nem is, az igazi betyárbecsületet rengeteg ember megtanulhatná a betyároktól. Betyárszeg. Annó a csárdák falusi házok elején megtalálható volt egy falba vert kampós szeg, ezen éjjel-nappal ott lógott az úgynevezett betyár tarisznya, és benne cipó, szalonna vagy kolbász. Az éjjeli órákban arra járó betyár magához vette az élelmet és odébát. Alávaló kapca betyárnak tartották, aki nem csak az élelmet, de a tarisznyát is magával vitte. És így tovább. Se szeri, se száma a betyárokról szóló népdaloknak, legendáknak, novelláknak, színműveknek. Beszélhetnék még Vidrócki Mártonról, a híres Bükki, majd Mátrai Betyáról, akiről egy sirató dal született, Vidrócki híres nyája címen. De említhetném még a Nógrádi Sisapistát, aki 1873. novemberében egy Nógrád sipeki kocsmában elvágta egy korábban őt megkínzó pandúr őrmester nyakát. Sisapista egyébként tréfás betyár hírében állott, azt állította, ő sosem rabolt, hanem az emberek ilyettükben mindig odaadták neki a pénzüket. Geszti Jóskáról nem is beszélve, aki egy 1847-ben történt szembesítésen Szabolcs vármegyében vassal a kezén úgy verte orba rávalló cinkostását, hogy az lebukott a földre. Mindenki döntse el a hallottak alapján, vajon megállja-e a helyét a romantizált betyárvilág, esetleg néhol-néhol erős túlzásokba estek az emberek a betyárok jóságát, vagy tetteit illetően. Minden esetre csak ismételni tudom magamat. Az igazság túl összetett ahhoz, hogy az összes betyár felett ítéletet mondjunk. Senki úgy a barátjához nem ragaszkodott, mint a betyár, mert a betyárnak ez az egy van. Ha van, a barát, kiátkozta őt, apja, anyja testvérei, de a barát kitart mellette. Móricz Zsigmond. Nektek mi a véleményetek a magyar betyárságról? Gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide és a GV Cooper YouTube csatornámra is, és kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Illetve ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláiból készített videóimat nézheted meg. Köszönöm minden csatornatagnak a támogatást. A következő videóm hamarosan érkezik, addig is az erő legyen legyen veletek. Sziasztok!